Még 2015-ben merült fel az ötlete egy városi blog elindításának. A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 2016-os turisztikai terveként a visitgyula.com oldalán ez meg is valósult. A honlap egy üzleti blognak mondható, amely az Egyesült Államokban már évek óta kötelező tartozéka kelléke a marketingnek a cégeknél. Nem annyira ez a szakmai információ, nem sokkal inkább az érdekességekre, apróbb információ morzsákra megy rá, ami önmagában mondjuk érdekes lehet az, hogy az érdeklődés felkeltse, és az érdeklőtőből így végül is látogató lehet általában. A cikkek több nagy téma köré vannak csoportosítva. Helyek, ízek, arcok, sztorik, hangulatok a meghatározóak a gyulai látnivalóknál. Igyekeznek olyan dolgokra fókuszálni, melyek nem annyira ismertek. Egy másfajta információt ad a városról, igazából árnyalni tudja a képet a városról, megmutatja, hogy mennyivel komplexebb a kínálata annál Gyulának, mint amit sokan gondolnak róla. Ez a Visit Gyulának végül is egy teljes értékű aloldala. Ez egy kereső optimalizálás miatt egy fontos dolog volt, hogy a Google teljes értékű találatként jelenítse meg az itt megtalálható tartalmakat. Illetve hát ami még fontos, hogy igyekszik alkalmazkodni a jelenlegi tartalomfogyasztási szokásokhoz, tehát kevesebb információt keresünk, gyorsabban, könnyebben fogyasztható dolgokat, és így végül is szórakoztató formában próbál érdeklődést kelteni. Petrószky Gábor elmondta, szívesen fogadnak további, városon belüli témajavaslatokat. Az oldal napi szinten frissül, havonta mintegy 20 bejegyzés várja a blogra látogatókat.